Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen azelőtt az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk. Május 7-én benépesült a kiskörösi evangélikus templom, mely során ünnepi istentisztelet keretében műsorral köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat a Kevi Harangvirág óvoda óvodásai. Hosszú évek hagyománya ez, hogy megtiszteljük az édesanyákat, a gyülekezet tagjait, a nagymamákat, nagyszülőket, keresztanyákat azzal, hogy mi egy nagyon-nagyon szép verses összeállítással készülünk. Egy ilyen szinte az egész óvodát megmozgató alkalom előtt lázas a készülődés. Ez egy újfajta hagyomány, ez tavaly Lakatosné Hakból Déva óvonénink ötlete alapján jött, hogy ne egy csoport adjon szolgálatot, hanem a nagyobb csoportosok. Úgyhogy ebben a tanévben most 3 csoport, az Alma, a Napocska és a Katica csoport fog szolgálni, és az újdonság abban, hogy mivel a Katica csoport vegyes csoport, megpróbálkozunk azzal, hogy a kis csoportosok is aktívan részt vesznek a szereplésekben, illetve a felkészülésben. Nekik lehetőséget biztosítunk, hogy kiálljanak. Én tudom, hogy ez még egy kicsit bátortalan és ijesztő. Jártunk már a templomba, ismerkedtünk vele, de a kicsiknek még ez egy nagyon-nagyon új dolog lesz, de megpróbálkozunk vele. Az anyák napi műsorra a versek és a dalok mellett meglepetéssel is készült az óvoda. Imádsággal kezdünk, versekkel, mesékkel, amik nagymamáknak is szólnak. Lesz benne mosolygós rész is egy kicsit, hogy mégiscsak örömködünk, illetve a legvégén majd lesz mindenkinek egy meglepetés, hiszen kértünk a szülőktől fényképet, amin az édesanyjával vannak a gyerekek, és abból Serfőző Fanni óvónéni egy nagyon szép videó összeállítást készített. Az ünnepi istentiszteleten Luptákné Hanvai Mária lelkész hirdetett igét. Kantáte vasárnapja van, tehát az éneklésnek, vagyis az egyházi éneklésnek a vasárnapja, tehát a Jelenések könyvéből választottam, pontosabban ez az előírt ige is a Jelenések könyvének 15. fejezetéből, a 2. verstől a 4., de természetesen hozzákapcsolom az anyák napi üzenethez is. A gyerekek műsorát könyvtől csillogó szemmel figyelték az édesanyák, nagymamák, keresztanyák és a családtagok.